a falakat és felraktuk. A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége 2002-ben alakult, jelenleg 19 egyesületet tömörít. A szövetség kiemelt célkitűzései közé tartozik a Péter Révei Nagycsaládos Ház kialakítása, amelynek munkálatait 2014-ben kezdték meg. Tavaly ugye tető alá hoztuk az épületet, behúztuk az áramot, a vizet, a kanalizációt, a nyílászárókat beszereltük, hát most az idén pedig azzal szeretnénk folytatni, hogy a padlófűtést elkezdjük szerelni, és utána belső munkálatok lesznek, és hát az épületnek a komplett szigetelését el kell végezni, falakat, mennyezetet. A Vancsesz emellett kulcs szerepet vállal a Magyar Nemzeti Tanács népesedési és családgondozási cselekvési programjának kidolgozásában és megvalósításában. Olyan civil szervezet kezébe kerül, amely legméltóképpen és a legeredményesebben tudja nem csak képviselni, hanem segíteni azt a munkát, amelynek alapvető feladata, hogy a nagycsaládos életmódot népszerűsítsük, segítsük, és olyan föltételeket teremtsünk, amelyben minél több fiatal vállalja, hogy ne egy, kettő, hanem akár több gyermeke legyen. A programot a tervek szerint május folyamán fogadja el a Magyar Nemzeti Tanács. A magyar kormány évek óta jelentős összeggel támogatja a Vancsesz projektumainak megvalósulását. Reméljük azt, hogy következő években is ezeket végre tudják hajtani, illetve minél több gyermek fog születni, és minél több magyar gyermek fog születni itt a Vajdaságban, akik magyar intézményekben tanulnak tovább, magyar óvodába, általános iskolába, és a magyarságot tovább viszik. A Vancsesz munkája igen jelentős a vajdasági magyar közösség szempontjából, mondta Pásztor István, a VMS elnöke, aki hozzátette, az a civil teljesítmény, amely a Vancsesz körül foganatosodik, fontos eleme a közösségi létnek, ezért minden támogatást megérdemel.